Kati Mihály. A bihari születésű bariton a közönség körében elsősorban Verdi nagy bariton szerepeiről ismert, és nem csak hazánkban, de külföldön is jelentős karriert tudhat magáénak. Most a Kossuth díjjal és kamaraénekesi címmel elismert operaénekesen a sor, hogy pár perc alatt eljusson alfától operáig. Tudsz haragudni egy vakondra? Nem. Mi jut eszedbe a napfényről? A szellem fénye és az északi fény. A hő, a meleg, az áldás, termékenység. Melyik művészeti ág része igazán az életednek? Mindenképpen a zene, aztán pedig az ábrázolás, rajz, festészet, az íjászat is. Mi volt a gyerekkori beceneved? Mis, vagy Misa. Melyik a kedvenc francia zeneszerződ? Jules Massenet. Vágytál valaha hajóra, csónakra? Igen. Vágyok. Lehet, hogy a járványhelyzet éppenséggel közelebb hozta egymáshoz a családtagjaidat? Lélekben igen, fizikailag nem. Volt-e olyan gesztusa vagy tette barátodnak vagy barátnődnek, amivel sok év után is meg tudott lepni? Hát ez az alkalom adja, alkalom hozza, de meglepetéseket, pozitíveket, meglepetéseket szoktam csinálni. Tudtomon kívül, akaratomon kívül negatívod is, de az nem szándékos. Hol szoktál gyakorolni otthon? És mit szólnak a szomszédok? Wow. Odahaza az éneklés az nagyon kismértékben tartozik a mindennapjaimhoz. Van egy nagyobb szobám ott is, de csak hangfogóval. Viszont a konyhában ott nagyon szeretek énekelni. Ott minden együtt van. A kotta, az illatok és a szomszéd. Kivételesen a szomszédunk imádja, amikor énekelek, és azt mondta, hogy csak az énekhang hallatszik át. Se a kávédaráló, se a turmixgép, nem. Emlékszel a TV torna főcímdalára? Sokszor van eszembe. Egy kis mozgás mindenkinek kell. Nem tudom, mi a címe amúgy, de a karosszéből állnak most fel. Ismersz valakit, akinek van bélyeggyűjteménye? Most nem, de nagyon régen ismertem. Az egyik az én volt, a másik az öcsém. És a tanító nénimnek a fia. Hol nyaraltál legutóbb idehaza? Idehaza röpke nyaralásokat végzek. Ez azt jelenti, hogy hétvégig a természetbe, patakhoz, folyóhoz, tóhoz, hegyhez, mert olyanunk is van. És igyekszem ezt sűrűn megcsinálni, amúgy pedig a termálvizeket nagyon szeretem. Mi a kedvenc külföldi úti célod? Kedvenc külföldi úti célom Horvátország. Víz. Sziget. Tanultál-e jelnyelvet? Nem. A nap melyik szakaszában vagy a legaktívabb? Nekem igazából mindegy. Korán reggel, reggel, délelőtt, dél. Előfordul az, hogy kora délután egy óra, másfél óra, fél óra az úgy inaktivitással, nem aktív aktivitással, hanem nyugalommal telik, de éjjel 12-ig végig. Kávé nélkül aktív vagyok. Szoktál húsvétkor locsolkodni, vagy locsolni? Nem nagyon. Régen ez komoly éves program volt, tehát ez enélkül nem létezett a húsvét, de utóbbi időben inkább csak ajándékot viszek. Reál vagy humán érdeklődésed volt? Humán, emberi, mindenképpen humán érdeklődés. A reál dolgokkal igazából csak így korai felnőtt koromtól kezdve érdeklődöm. Hány operaházban jártál eddig? Hát ez
ezt nem számoltam meg, de itt csak az országokat tudnám elmondani, de még azokat sem biztos. Hát szerintem majd 40-45-ben biztos. Mikor jöttél rá először, hogy az Ergel Színház báhójaiban a székek elmozdíthatók? Én erre nem jöttem rá. Én most hallom először. Ha Budapest mértani közepe Kőbánya, akkor messze van a belvárostól? A mértan és az igazság nem mindig fedik egymást, messze. Fogyasztasz-e halakat? A halat, majdnem azt mondom, hogy imádom, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Sütök halat, szoktam, tehát piacon veszek halat, és különösen este. Csodálatos. Ah! Jaj!